Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Felföldi László megyés püspök szavaival kezdődött a péntek délután egy megnyitó ünnepségen, ugyanis a város már egy új múzeummal büszkélkedhet. Ez a kiállítás Bátaszék egyház művészeti emlékeit próbáltuk ebben bemutatni. A 18. század és a 19. század korszakain keresztül. Ennek az előzménye egy 1992-ben, ugye a cikádori apátság 850. alapítási évfordulójára létrehozott időszaki kiállítás volt, amelyből azután egy másik kiállítás lett a templom oratóriumában, de ez megközelíthetetlen volt, részben pedig ki is nőtte az egyet termet. A kiállítás után az ünnepi testületi ülés vette kezdetét, amin többek közt Csömegi József is díjat vehetett át. Bozsolik Róbert polgármester pedig boldogan adta át az elismeréseket. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindig tudunk olyan példaképeket állítani a bátaszékiek elé, akik valóban munkásságukkal, életútjukkal segítették ezt a települést. Ebben az esztendőben is gyakorlatilag díszpolgárt is tudtunk avatni, Csömegi József személyében. Azt gondolom, hogy egy olyan életpályát tudtunk ezzel elismerni, hogy akár a közoktatás terén, akár az értékeknek a mentése terén Józsiat alkotott, ami tényleg példaértékű. A szombati nap legikonikusabb pillanata délután 2-kor érkezett el, amikor is elindult a szüreti felvonulás. Ezután a koronázási ceremóniára gyűlt össze a tömeg, ami bensőséges hangulatot varázsolt a templom melletti romkertbe. Egy bátaszéki fiatal életében pedig igazán megtisztelő feladat a királyi pár egyik tagjának lenni, tudtuk meg. Nagyon jól éreztem magamat, az idő is nagyon jó volt, úgymond, és gyakoroltunk, próbáltunk itt az iskolával, a lovardába is mentünk, úgyhogy szerintem jól sikerült. A fesztiválra számos kulturális műsorral is készültek a helyiek. A Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes énekes táncos produkciója is már évek óta részét képezi az eseménynek. Az egyesületünk már 24 éve működik, jövőre ünnepeljük majd a 25. jubileumunkat, és amióta a bornapok léteznek, azóta mi állandó oszlopos tagjai vagyunk. Minden évben mindig fellépünk, mert kötelességünknek érezzük, hogyha Bátaszéken ilyen volumenű, ilyen nagymértékű rendezvény van, akkor mi is oda tegyük magunkat. Ha már a tánc került terítékre, nem csak a Néptánc Együttes ilyen elhivatott. A legjobb utcai csapat egyesület is igen színes produkciókkal készült. 10 éve működik az egyesület, nagyon sok stílusban részt veszünk, hip-hop, pop, funky volt, aerobik, illetve tánc kategóriákban is. Erre a napra azt mondom, hogy nagyon sokat készültünk, mert idén versenyévad volt, és a versenyévadra nagyon keményen dolgoztunk, tehát minden nap edzésük volt a gyerekeknek, az iskola után este 8-ig valahogy bent, minden nap bent voltak. A bátaszéki bornapokon olyan sztárfellépők is színpadra álltak, mint a Magna Cum Laude Horváth Tamás, vagy épp Király Viktor.